Műanyag zacskóba kerül a zsemle az egyik szekszárdi bevásárlóközpontban. És ugyanilyen zacskóban landol a zöldség is, de már nem sokáig. 2021-től teljesen betilthatják a műanyag zacskókat Magyarországon. Helyette más módon kell majd a boltokban vásárolt termékeket tárolni és hazavinni. A vásárlók között van, aki már most tudatosan odafigyel arra, hogy ne használjon ilyen környezetszennyező anyagot, és otthonról hozott textilszatyorba vagy kosárba teszi a megvásárolt termékeket. Azt hiszem, hogy jó, hogy kivezetik, tehát nem hiszem, hogy egészségesek. És ön hogyan vásárol egyébként? Mit hoz magával? Mibe rakja a termékeket? Kosárba. A többség azonban nem tudja kikerülni a műanyag zacskók használatát. Az a baj, hogy sokszor csak egyet veszek, és akkor mindent belerakok, és akkor külön méreget tettem ott le, mert nem akarok annyit. Otthon teli van a ház nejlon zacskókkal. Az egyik országos hipermarketlánc többfajta nem műanyagból készült zacskót kínál eladásra, és bevezette üzleteiben az újrahasznosítható zsákokat is, a zöldségek és gyümölcsök vásárlására. Az elmúlt időszak termékfejlesztéseinek köszönhetően cégünknél a műanyagból készült bevásárlótáskák megrendelése gyakorlatilag teljes egészében leállt. Csak ott találhatóak műanyagból készült bevásárlótáskák azokban az üzletekben, ahol még a maradvány készletek elérhetőek, de a már nem rendel műanyagból készült bevásárlótáskákat. Ezeknek a helyét átvette a papírból készült bevásárlótáskák sora, a vászonból készült többször használatos mosható bevásárlótáskák sora, illetve különböző környezetbarát, illetve biológiailag lebomló anyagokból készült bevásárlótáskák sora. A Zombai Általános Iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekek környezettudatos nevelésére. Ennek része az is, hogy függönyanyagból készült zsákokat osztanak a Zöldalma Klub tagjainak, amikbe bele lehet rakni a zöldséget, gyümölcsöt, pékárút. Több helyen készítenek hasonlók és zacskókat, mi speciálisan a zöldalmások részére logóval ellátott szatyrocskákat készítettünk. Ugye az volna a feladat, az volna a cél, hogy a gyerekek és a kedves szülők is egy kicsit környezettudatosabban próbáljanak élni. A világban összesen gyártott műanyag zacskók 80%-át Európában használják. Egy 2015-ös adat szerint Európában évente 100 milliárd műanyag zacskó kerül piacra. Magyarországon az egyfőre jutó éves nejlon zacskó felhasználás 30 darab, ez felszorozva az ország lakosságával közel 300 millió zacskót jelent.